minden jó, hogyha a nap vége jó, meg lett a kvóta, és van egy ezüstérem a nyakadban, hogy érzed magadat? Fantasztikusan érzem magamat, tényleg azt gondolom, hogy ennél már csak úgy lehet volna szebb mondom, nyilván, hogy aranyérmet nyerek, de a kvótáért jöttünk, de nem szerettem volna megállni egészen a végéig, úgyhogy igazából végülőttem a versenyt, kimaxoltam, 24 lövés volt a döntő is, nagyon örülök az ezüstéremnek is. Ugye még a verseny közben bemondták, hogy megvan a kvóta, azt mennyire érzékelted ott, illetve utána hogy érezted magad, megnyugodtál? Én figyeltem az alapverseny után, és láttam azt, hogy kik azok, akiknek már van kvóta, kik azok, akiknek nincsen a kvóta, úgyhogy ismerjük itt nyilván egymást. Úgyhogy tisztában voltam vele a verseny már döntő folyamán is, hogy hogyan állok. Úgyhogy örültem neki ott. Igazából tényleg azt gondolom, hogy sikerült az első ötlövésem, még nem is úgy sikerült, vagy pontosan az első ötlövésem az egy hiba volt, de utána viszont sikerült a második ötlövésben szépen nagy tízesekkel felfele mennem. Úgyhogy nem szerettem volna megállni egészen az éremig, de azért, amikor a kvótának a ténye ugye megvalósult, akkor valamilyen szinten mégiscsak kiengedtem, és ez azért bánom, mert ott az aranynak az esélye az egy picit elment, de utána viszont amit lehetett belőle, azt kihoztam, és szerintem tényleg az ezüstérem ez egy nagyon sikeres és összedett versenyzésnek az eredménye. Úgyhogy ugye még nem volt meg a kvóta, és egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon meg lehetett szerezni. Milyen lelki állapotban jöttél erre a versenyre? Hát nyilván nagyon szerettem volna most már megnyerni ezt a kvótát, tehát a kvótaszerzésnek azért a vége felé járunk, és az már látszott, hogy a ranglistáról elég jó eséllyel meg lesz a kvótám, de én ahogy mondtam korábban szerintem minden interjúmban az, hogy én ezt az élményt én ezt szerettem volna átélni, hogy a versenyen szerzem el a kvótát. A harmadik olimpiára készülök, már kétszer átéltem most harmadjára, és az, hogy ráadásul Győrben sikerült ezt hazai pályán elérni, tényleg ennél szebb nem is lehetne. Most nyugodtabb hónapok jönnek az olimpiáig, vagy most jönnek az izgalmas hónapok? Szerintem nyilvánvalóan nyugodtabb hónapok jönnek olyan téren, hogy a munka az ugyanúgy folyik tovább, ahogy eddig is folyt, viszont azért a kvótával a zsebben már nem kell azon aggódni, hogy éppen hogy állnak a pontok, és hogy ki hogyan végez, és csak az én eredményemet a többiekét nézni, úgyhogy ez sokkal nyugodtabb és megnyugtatóbb, úgyhogy ennek tudatában tudom tervezni a következő versenyeket, viszont nyilvánvalóan ezt most fogjuk majd leülni az edzőmmel és megbeszélni, hogy akkor milyen versenyeket tervezünk, mert eddig az volt a felállás, hogy mindenhol megyünk.